Tehát az angyalok szolgálatával kapcsolatban nyissátok ki kérlek a Bibliátokat. Hányatokat érdekel ez a téma? Hú, dicsőség az Úrnak. Hát most olyanokat fogok mondani, hogy biztos nézel egy nagyot. Arról szeretnék elején beszélni, hogy lehet provokálni az angyalokat. És ők ilyen, tehát az Úr úgy tervezte őket, hogy ilyen szellemi gépek igazából, tehát ők nem nagyon tudnak irgalmat gyakorolni, tehát ha egyszer valakire megharagszanak, akkor eléggé, tehát oda tesznek az illetőnek, tehát mert ugye mi emberek vagyunk azok, akik az Isten képére, hasonlatosságára vagyunk teremtve, van akkora szabad akaratunk, ahogy mindenki döngeti a mellét, hogy mekkora szabad akarata van, és mit megcsinálhat. De az angyalok nem ilyen lények. Sőt, elmondok neked valamit, hogy az angyalokkal kapcsolatban, ugye Jézus is mondta, hogy kérhetném az atyát, hogy rendeljen 12 légiónál több angyalt, ugye Getsemáné kertben mond egy ilyet. Tehát látjátok, hogy nem neked kell szólni, itt nem arról van szó, hogy te beszélj az angyalokkal. Kérd az atyát, hogy az atya küldje ki az angyalokat. Sőt, mondok neked valamit, hogy a nyelveken imádkozol, azt mondja Pál apostol, hogy ha embereknek a nyelvén, vagy angyaloknak a nyelvén szólok is, képzeld el, hogy a nyelveken imádkozásban vannak olyan típusú nyelvek, vagy fajtájú nyelvek, hogy az angyalok értik, amit mondasz. Például ezért is jó, ha nyelveken imádkozol, mert nem tudhatod, hogy a kommunikálásod, a szellemi kommunikálásod, az milyen angyalokat mozgat meg az életedbe. És azért is kell erről beszélni, hogy a hit feltámadjon bennünk, hogy hittel tegyük, hogy ne szokássá váljon, mert a kereszténységnek, az új teremtésnek a legrosszabb, ami árt, az a megszokás. Ebből alakulnak ki a vallások, szertartások, vagy olyan cselekedetek, amire visszük tovább, azért mert egyszer működött, vagy kétszer, de aztán amikor kimegy belőle a szellem, akkor holt cselekedetté válik, és a holt cselekedet, az nem tud áttörést hozni az életedbe. Teszed, de nem lesz hatása. Ezért fontos, ilyen az adakozás, a tized, és más ima, bibliaolvasás, hogy ne megszokássá, tehát ne engedd meg, hogy megszokássá váljanak ezek a dolgok, hanem mindig töltsd tele szellemmel, töltsd tele szellemi tartalommal, magyarán tedd bele a szíved, a bensőd legyen benne. Tehát nem úgy, hogy semmi kedvem, nem is akarom, de azért kötelező. Mert ki kell pipálni a mai napon is, hogy imádkoztam. Tehát így nem lesz áldás rajta. Ugyanígy van az adakozás is. Ugyanígy van a tized is. Ugyanígy van egy csomó dolog. Hogyha ez nem hitből van, akkor nem lesz áldás az ember számára. És ezért kell újra és újra a szívet, hogy újra a szívünk, a szívünk és a cselekedetünk az egyezzen, harmóniába legyen, hogy a cselekedetünknek a szívünk adja a mozgató rugóját, és amiatt mozog az a cselekedet, amiatt cselekszünk, mert a szívünkből indul el az a cselekedet. Na, menjünk bele az angyaloknál, a zsidókhoz írt levélhez kérlek, hogy lapozzatok, és innen egy pár dolgot hadd olvassak fel nektek. Első fejezet 14. verszak, és utána a második fejezet első két verszakát. Avagy nem szolgáló szellemeke mindazok, elküldve szolgálatra azokért, akik örökölni fogják az üdvösséget. Tehát az angyali lények, ezek a teremtmények ki vannak küldve az emberekhez, ki vannak küldve azokhoz szolgálatra, szolgálat munkájára,
akik örökölni fogják az üdvösséget. Ilyen vagy te, és ilyen vagyok én is. És azt olvassuk a második fejezet, mert ugye Pál apostol nem azt írta, hogy akkor második fejezet, hanem ott nem volt elválasztva semmi, hanem folytatta az írást. És úgy folytatta ezt a gondolatot, vagy ezt a gondolatmenetet, hogy annak okáért annál is inkább szükséges nekünk a hallottakra figyelmeznünk. Mi volt a hallottak? Hát az első fejezet. Miről szólt az első fejezet? Hát arról, hogy mennyire kiválóbb a názareti Jézus, az Isten fia, mennyivel kiválóbb, különb az angyaloknál, ezeknél a teremtett lényeknél, mennyivel hatalmasabb, mennyire összehasonlíthatatlanul kiválóbb és nagyobb a názareti Jézus Krisztus. Azt mondja, ezért szükséges a hallottakra figyelnünk, hogy valaha el ne sodortassunk. Magyarán az angyalok, az angyalokkal kapcsolatos tanítások, benne kell, hogy legyenek a hitünknek, a részét kell, hogy képezzék, különben elsodortatunk. Magyarán azt jelenti, hogy egy csomó angyal segít abba, hogy ne sodortassál el. Az embernek az életében, a szellemi életében egy csomószor nem is, lehet, hogy nem is tudja az ember, hogy az angyalok milyen szolgálatot végeznek el, azzal kapcsolatban, hogy benn maradjon a fősodrásba, és a názareti Jézus Krisztussal tudjon találkozni az ember. És benne tartják ebbe a mederbe az embert. Mert ha rajtad múlna, meg rajtam múlna, lehet, hogy kivinne bennünket a sodrás a partra, és nem tudnánk beérni a célra. De jönnek az angyalok, akiket az Atya kiküldött, és segítenek. Második verszak. Mert ha az angyaloktól hirdetett beszéd erős volt, hallod, amiket az angyalok hirdettek, azt mondja, ezek erős beszédek. Van hatalmuk, van erejük. És azt mondja, minden bűn és engedetlenség elvette igazságos büntetését. Tehát nem jó packázni az angyalokkal. Hadd mondjak nektek két vagy három példát ezzel kapcsolatban. Az egyik a Zakariás pap. A Zakariás pap, ugye Lukács evangéliumának az első fejezetében, a keresztelő Jánosnál olvasunk vele kapcsolatban, hogy ő provokálta az Isten angyalát. Isten elküldte hozzá az angyalát, és elmondta neki, Zakariás, óriási örömöt hirdetek neked, elküldött engem Isten hozzád. Azért, hogy bejelentsem, hogy a rég várt gyermek megszületik. Na, Zakariás meghallotta, és nem úgy reagált, hogy halleluja, dicsőség az Úrnak, megyek haza, és beindítjuk a projektet. Hanem elkezdett gondolkozni. Húha. Biztos? Hát már én is öreg vagyok, az asszony is már öreg. Most már mit kell ezen szórakozni? Ezt már lemondtunk erről. Hallod, amiről te lemondasz? Amire te a természetes biológiai órád miatt, meg különböző körülmények miatt lemondasz? Isten még mindig ott van az a terv, az a projekt, hogy meg kell valósulnia. És az adott időben elindította, ugye Lukács 1.11-től azt olvassuk, neki pedig megjelent az Úrnak angyala, ahogy ott állt a füstölő oltár jobbja felől, és mert szolgálatban volt a Zakariás pap, és láttára megrettent Zakariás, és félelem szállta meg őt. Hát ilyenek ezek az angyalok. Megjelennek, és az ember, hát hogy mondjam, hát rettegés, félelem szakad rá. Azt mondja, hát
És tudod, vannak, akik mondják, hogy így angyalok így jelentek, meg úgy jelentek. De persze, nehogy elhidd. Hallod attól, tehát az nem biztos, hogy tudsz aludni a következő nap, meg következő éjjel. Mert egyszerűen olyan félelmetes. Ez nem csak olyan, hogy megjelent egy angyal, meg ilyenek. Tehát félelem szállta meg őt. Mondta pedig az angyal neki, ne félj, Zakariás! Tehát gondolj, ezek a lények olyanok, hogy megjelennek, és utána nekik kell csillapítaniuk azokat, akiknek megjelentek, hogy ne félj. És azt mondja, mert miért ne félj? Mert figyelj, azért vagyok itt, mert meghallgattatott a te könyörgésed! Hallod? Ne hagyd abba a könyörgésed! Azt mondja, meghallgattatott! Erre azt mondja Zakariás, már késő. Van, amikor vannak olyan imák, amikor lassan működnek a dolgok. Van olyan betegség, amiből a gyógyulás lassú a folyamata. Van, hogy egy pillanat alatt, egy hét alatt, egy pár nap alatt meggyógyul, de van, hogy lassú folyamatokban van benne. Hogy miért van így? Nem tudjuk. De egy biztos, a végkifejlet az az, hogy működik. Tehát biztos, hogy működik. Itt is. Zakariás, meghallgattatott. És a te feleséget Erzsébet szül neked fiat, és nevezed az ő nevét Jánosnak. És lesz te neked örömödre, vigasságodra. Látod, elmondtam, mit fogsz érezni majd? Amikor meg fogsz születni, akkor te fogsz örülni, vigadozni fogsz, és sokan fognak örvendezni az ő születésén. Elmondta a programot, Isten programját, elmondta a jövőbeli programot. Mi volt a válasz? És mondta Zakariás, 18. verszak, mondta Zakariás az angyalnak, hát miről tudhatom én ezt meg? Mert én vén vagyok, és a feleségem is igen idős. Kész. Akkor most nem megy? Nem lesz semmi ebből az egészből? Hát miért nem 20 évvel ezelőtt hallgatott meg Isten? Miért nem 10 évvel ezelőtt? Hallod, ha már egyszer kértél, tudd meg, a kéréseid föl vannak jegyezve. Az biztos. Azt nem tudjuk, hogy a naptárba hová tette be Isten. Hallod? De az biztos, hogy fel van írva. Bármilyen kérésed volt, annak az a dátuma a naptárba fel van írva az Istennél. És amikor aktuális volt, akkor elkezdett működni. Ezért ne add fel az Isten időzítéséhez. Igazítsd hozzá az életedet, és ne a saját időzítésedhez. Nem tudjuk, hogy miért úgy van. Vannak dolgok, hát nem mi vagyunk az Isten, vannak olyan dolgok, amit nem tudunk így befolyásolni, de egyet tudunk, hogy meghallgatta és válaszol. Azt, hogy mikor, az ő dolga. Nekem pedig az a dolgom, hogy addig tartsak ki. És neked is az a dolgot, hogy tarts ki, ne sértődősködj, ne fogd rá körülményekre, meg egyéb dolgokra, hanem tarts ki. Utána azt mondja, Lukács 1.19. Na mit mond az angyal? Hát nem lehet vele csak úgy szórakozni. Most jön Isten jelenlétéből, oda küldte Isten. Ő nincs hozzászokva, hogy itt most tehát provokálják, feleseljenek neki, hecceljék őt. Ilyen, ezek nem ismerik a viccet. Hallod, úgy válaszol neki, pedig csak egy egyszerű kérdés. Lehet, hogy te is ilyet válaszoltál volna. Hát honnan tudhatom, ha már idős vagyok, meg a feleségem is az. Ennyi volt a válasz. Na, mit mond az angyal? Én Gábriel vagyok. Úgyhogy itt bemutatkozott, hogy tehát nem akárkivel szórakozol. Azt mondja, aki az Isten előtt állok. Hoppá.
Tehát ott abból a jelenlétből a szentség, ahol a szeráfok kiabálják, hogy szent, szent az Úr. Ott, ahol a kerubok őrködnek az Isten jelenléte körül, és azt mondja, én onnan jövök, onnan belülről. Bensős vagyok, és onnan jövök. És azt mondja, Gábriel vagyok, az Isten előtt állok. És engem küldtek, hogy szóljak veled. Tehát ha rajtam múlt volna, én biztos nem jöttem volna. Ezzel ezt mondta Gábriel. De küldtek, úgyhogy ezért jöttem. Azt mondja, hogy szóljak veled, és ezeket az örvendetes dolgokat elmondjam neked. Tehát neki örülnie kellett volna. Erre figyelj, azt mondja. És most megnémulsz. Ennyi. Ha nem lehet vele szórakozni. Azt mondja, most megnémulsz. Miért? Azt mondja, mert. És nem szólsz mind a ma napig, amelyen ezek meglesznek. Figyelj, mivel hogy? Azért, mert. Miért történik ez veled? Azért, mert nem hittél az én beszédemnek. De van hatalma erre. Ha oda megy egy helyre, szól, nem hiszel? Jó van, bom. Jön a... Tehát ők nem szórakoznak. Tehát ők nem olyanok, mint mi emberek. Ők gyakorlatilag ilyen gép, tehát ilyen szellemi gépek. Fel vannak húzva, és... Na jó, nem akarok mondani az dolgokat, nehogy... Tehát ők kőkeményen nem viccelnek, nem érzelgősködnek, nem könyörülnek, meg ilyenek, hanem ők kőkeményen. Mi van? Nem hittél? Akkor most néma leszel. És nem foglalkozik veled, de hát kell beszélnem, ezt kell csinálnom, családom van, hozzá kell szólni. Mi az asszonyhoz nem szólhatok hozzá, ki lesz akadva egy 9 hónapig. És hallod az angyalt, tiéd nem érdekli, hogy most akkor hogy lesz, mi lesz. Na, ennyi volt. Nem hittél? Nem hittél annak, amit mondtam neked? Ennyi. Vége. 9 hónap némaság. Látod, erre mondtam, hogy nem cicoznak ezek a lények. És tehát látjuk azt, hogy szegény Zakariás úgy ment ki, a nép várta az áldást, várta, hogy kimegy a templomból, és felemeli a kezét, és elkezdi áldani. Erre kijön a Zakariás, és néma. Ezek van, nézem, mi történt? Hát úgy jöttünk ide, hogy várjuk, tükön ülünk, hogy az áldást kihozza. Ezek az emberek nem voltak materiálisak, hanem tudták nagyon jól, hogy a cselekedeteinkhez kell egy szellemi támogatás, amit a papság, mármint az ószövetségi, az ároni papság biztosít a számunkra, hogy az Istennek a támogatása jöjjön az életünkbe, a munkánkra, a természetre, az esőre, a hóra, ne legyen szárazság. És ezek tudták, hogy kell a papi közbenjárás, mármint az ároni papságnak a közbenjárása. És kijön onnan Zakariás? Semmi. Csönd! És milyen jó, hogy ugyanitt a Lukács evangéliumának a végén a mi mennyei főpapunk, a Melkizédek rendje szerinti főpap, aki feltámadt a halálból, úgy fejeződik be a Lukács evangéliuma, hogy a názáreti Jézus Krisztus úgy ment föl a mennybe, hogy felemelte a két kezét, és a papi szolgálatát, az áldó szolgálatát már elkezdte az elragadtatása közben végezni. És ez maradt meg a tanítványokba. Lukács evangéliumának az elején az maradt meg az emberekbe, és sokáig beszélték, hogy kijött Zakariás, és néma volt. Az apostolokban meg az maradt meg, hogy a mi főpapunk most megy Jézus, elvégezte az üdvözítő feladatát, és most megy közben járni értünk, most megy elfoglalni a papi hivatását, és úgy megy föl, hogy az maradt meg, hogy két áldó kéz nyúl feléjük, és áldja őket, ahogy megy fölfele
az égbe. Hallod, ilyen Isten képed legyen. Ezért volt az apostoloknak, meg az ottani tanítványoknak, akik ezt látták, ez milyen bevésődött beléjük, hogy az áldó kezét a Mester kinyújtja felénk, és tuti biztos, hogy áldani akar. Áldani akar. Nem úgy ment föl, hogy ezt mutatta nekik végig. Hanem a kezét áldásra nyújtotta ki. Hát egészen más Isten képünk lenne, hogyha ezt mutatná. Vigyázz! Tehát, na és mi történt? Ugye megnémult. És azt mondja, miért? Mert nem hittél az én beszédemnek. Tehát ezek ilyen lények. Ilyen hatalmuk van. Ilyen képességük van. Ő rájuk rábízta Isten. Add át ezt az üzenetet. Átadja, nem hisz. Bum. Kijön az ítélet. Akkor ott van, nézd meg például az Izrael népe, és a 10 kém is provokálta az Isten angyalát. Azért haltak meg. Nézd meg a 2 Mózes 23:20-ban. Azt mondja, 23:20-tól 22-ig. Figyelj, mit mond Isten, mert könyörög Mózes, Uram, gyere velünk. Uram, ha te nem jössz, nem megyünk. Mit mond az Úr? Oké. Jó van, menjek? Azt mondja, 20. verszak, íme, angyalt bocsájtok el előtted. Jó van, akkor elküldöm az angyalt. Azt mondja, hogy megőrizzen téged az úton, hát neked nincs szükséged angyalra, az életnek az útjain, közlekedésedbe, bejöttödben, kimeneteledben, országhatárt átlépve. Nincs szükséged angyalra, hogy kibocsássa Isten, hogy megőrizzen az utadon? Azt mondja, és hogy bevigyen téged arra a helyre, amelyet elkészítettem. Tehát Isten elkészít számunkra helyeket. És az angyalokat küld ki Isten, hogy bevigyenek bennünket azokra a helyekre. Erre azt mondja, ezért, tehát mert ezt csinálom. De ezek nem látták, tehát ne érts félre, ők nem látták, a nép nem látta, hogy ott van egy angyal. Ők csak élték az életüket, vagy mentek, ahogy mentek. Ők erről mondta nekik, kijelentést adott Isten, de ők nem látták, de ott volt. És azt mondja, vigyázz magadra ő előtte. Gondolom, hogy az Úr figyelmeztet az angyallal kapcsolatban, hogy vigyázz. Ezért tehát mi is úgy éljük otthon az életünket, munkahelyen, hogy angyalok vannak körülöttünk. Van angyalod. És vigyázz, hogy mit csinálsz az angyal előtt. Veszekszel, kiabálsz, házasságot törsz. Mit csinálsz otthon? Számítógépben mit nézel? Mert ott kukkol az angyal is. De most tényleg. És azt mondja, vigyázz magadra előtte, hallgass az ő szavára, meg ne bosszansd. Tehát azt mondja, nehogy felidegesítsd. Hallod, nem attól van baj, ha az asszony lesz ideges. Ha az angyal lesz ideges, na akkor. Azt mondja, nehogy megbosszansd, mert nem szenvedi el a ti gonoszságaitokat. Mert az én nevem van ő benne. Tehát ő a hatalmat hozza át az Isten népéhez. Az Istennek a hatalmát. És azt mondja, hogy nagyon oda kell figyelni, hogy hogy éljük az életünket.
És hallott sok embernek, tudod, hogy sokszor, amikor az ember tragédiákat vagy rossz dolgokat tapasztal, akkor sokszor az angyali védelem megszűnt körülötte. És azt mondja, mert ha hallgatsz az ő szavára, és mindazt megcselekszed, amit mondok, akkor ellensége leszek a te ellenségeidnek. Vannak ellenségeid? Persze. Hát most itt ne csak emberekre gondolj, vagy nem tudom, vagy főleg ne emberekre gondolj. Tehát, mert az ellenség első az ördög. Betegségek. Ezek ellenségek. A halál ellenség. A szegénység ellenség. Azt mondja, ellensége leszek a te ellenségeidnek. Hallod? Hallod, hogyha jól csinálod, akkor Isten ellensége lesz a te ellenségednek. Megtámadnak a démonok, és Isten fog harcolni, érted? Van egy ilyen dicséret, ugye, hogy az Isten harcol. Énekeltétek? Hát akkor a végén, majd adakozásnál, akkor énekeljük. Mert ahogy beszélek erről, tuti biztos, hogy nagyobb kenet száll rá a dalra is. És sokkal a jelenléte sokkal más lesz a dicséretnek, mert a hit működteti. Ugye itt azt mondja, ellensége leszek a te ellenségednek. És amikor jön a betegség, megtámad a betegség, a szegénység, az átok. Nem támad meg? Na. Mit csinál Isten? Azt mondja, ellenségévé válok. Hallod? Nem csak te fogsz harcolni, vagy nem te fogod igazából a döntő ütközetet megvívni, hanem az Úr fog odaállni, és a döntő csatát ő fogja elvégezni helyetted. Amen. Ő lesz az ellensége az ellenségeidnek. És akkor jaj! Az ellenségeidnek. És azt mondja, és szorongatom a te szorongatóidat. Amikor nyomás jön az életedre, az Úr ellennyomást gyakorol. És akik rád akarnak nyomást helyezni, az Úr azokra helyez nyomást. Na mit szólsz? Miért? Mert az angyal oda van parancsolva, oda van küldve, és jól viselkedsz. Mert az angyal ezt nézi, ő külső. Tehát ő nem a szívedet nézi, csak az Úr nézi a szívedet. Az angyalok nem nézik a szívedet. Ők azt nézik, mit csinálsz. És úgy reagálnak, hogy mit csinálsz. Na? Figyelj, mi történik. 4 Mózes 14:36. Tehát azt mondja, angyalt küldök oda, ott fogsz járni. Vigyázz, 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 nehogy bosszankodjon, nehogy valami rossz legyen, és a többi. Na, mi történt? 4 Mózes 14:36. Ugye a 10 kém. A férfiak azért, akiket elküldött Mózes a földnek megkémlelésére, és visszatértek, és felzúdították ellene az egész gyülekezetet. De ki volt ott a gyülekezetben? Az angyal. És azt mondja, felzúdították az egész gyülekezetet, rossz hírt terjesztvén arról a földről. Azok a férfiak azért, akik rossz hírt terjesztettek a földről, meghaltak az Úr előtt csapás által. Hát ki volt az, aki elintézte a 10 kémet? Nem az Úr ölte meg őket, hanem ez az angyal, akinek nem tetszett, hogy mit csinálnak ezek az emberek Isten népével. És Isten előtte figyelmeztette, vigyázzatok, mit csináltok, hogy jártok, hogy beszéltek, nehogy megbosszantsátok. És nézzétek meg, hogy
hogy nem figyeltek oda, megtették ezeket a dolgokat, és utána csapás érte. Mert ez egy angyalnak a működése, amit láttok. Vagy ott van Bálám próféta, ő is provokálta. Ugye ő a pénz szeretetével, és ugye azt csinálta, hogy jöttek hozzá Moab királyától, és mondták neki, hogy hívott téged a Moab királya, meg fog jutalmazni, pénzt fog adni, megtisztel jó sok pénzzel, gyere! Azt mondja, megkérdezem az urat. Megkérdezte az urat, mondja, az úr, nem menjél. Elmegy, megmondja nekik. Jönnek vissza, azt mondják, a Moab királya még több pénzt fizet neked. Húha. Megyek megkérdezni az urat. Hallod? Már itt elrontotta a Bálám. Mit megy vissza? Miért Istenre hatást fog gyakorolni, hogy több pénzt kap a Bálám? És ezért nem menjen? És akkor már Isten látta. Na, menjél. De érted? Van olyan, amikor Isten azt mondja, menjél. De az azt jelenti, hogy ne menjél. Ahogy a feleségek szokták. Tudod. Tehát meg kell értened, amikor az úr csak azért mondja, hogy menjél, mert már te akarsz annyira menni, de igazából ő nem akarja. De aztán azt mondja, menjél. De ez nem azt jelenti, hogy jóváhagyást kaptál tőle. És elindul. Azt mondja, na jó, megyek akkor. És azt mondja, a 4 Mózes 22-ben, felkelt 22-21-ben, felkelt azért Bálám reggel, megnyergelte az ő szamarát, és elment a Moab fejedelmeivel. De megharagudott az Isten. És elment ő, hogy elment. És figyelj, és megállt az Úrnak angyala az útban, hogy ellenkezzen vele. Eredetibe tudod, mi van írva? Hogy az Úrnak az angyala, azt mondja, elment, hogy sátánná váljon ellene. Tehát, hogy ellensége legyen. Úgy viselkedett, mint a sátán. Nem ő volt a sátán, de ellenségévé vált a Bálámnak. És azt mondja, hogy ő pedig ügetett a szamarán, és két szolgája vele volt. És utána, ugye, tudjuk a történetet, megáll útközbe, a szamár meglátja, a szellemi ember, a Bálám, semmit nem vesz észre. Hát a pénz megvakítja a szemeket. Hallod, ha szíved a pénzhez kötődik, egy csomó szellemi dolgot nem veszel észre. Legyen a szíved szabad a pénztől. Ne legyen benne a pénzszerelme. Legyen pénzed, de ne a pénzszerelme legyen a szívedbe. Mert nézd meg, ez az embernek elfoglalta a pénz a szívét, és nem vett észre szellemi dolgokat. És azt olvas, tehát ugye a szamara viszont, a lada szamara, emlékeztek még? Tehát a szamara, kinyílt a szamárnak a szeme, és látta az angyalt. Hogy kivont karddal ott áll. Ez fogta, és a mezőn letért az útról, és mit csinált? Elszamaragolt. Hát most mit mondjak? Hát múltkor az András felült a tevére, és úgy volt bejelentkező, hogy nem tevegel, hanem lovagol. De hát nem lehet lovagolni a tevén, azzal tevegelni lehet, nem? Na, akkor mit csinál a szamár? Na, látjátok? Ezért találtam ki azt, hogy üget. Na jó, hallod, így letért az útról, ott gondoljátok el, mennek a fejedelmek,
előkelők, elit, mennek a fejedelmek, megy Bálámnak a két szolgája is, egy ilyen karaván elindul, és egyszer csak a szellemi embernek a szamara oldalt. Ki van akadva? Érted? Hát milyen megalázó ez? Hát mi? Velem poénkodik ez a szamár? Mindenki röhög rajtam. Úgyhogy megfogta és elverte. Elverte? Elverte. Jön a második. Úgy tűnt, minden megnyugodott, minden a helyén van. Egyszer csak beér egy ilyen szőlős birtokhoz, vagy ilyen szőlős helyhez, ahol két tehát fal volt ott, és meglátja az angyalt, a szamár megint. És beállt az angyal oda a kijárathoz, úgyhogy nem lehet elférni azon a falas részen, aminek az volt a lényege, hogy a szamár ugye meglátta ezt az angyalt, kivont karddal is, és oda a falhoz, oda dörgölöz, ugye, hogy kimaradjon abból a sávból, és emiatt a prófétának a lába oda lett nyomva a falhoz. Tehát a szamárnak a teste, meg a fal, beleprésselve a lába. Na, megint. Szamár kapott. Hát már megint, milyen ez? Elindulunk pénzt keresni, és közben tragédiák, vagy ilyen bal szerencsés dolgok történnek az út közben. Hát lehet, hogy angyal van ott, te meg bosszankodsz már. Hát miért történik veled? Hagyd abba azt, amit csinálsz. Nem? Mert első nem sikerül, második látod, megint nem sikerül. Vannak olyan helyzetek, nem voltatok olyanban, hogy az se jön össze. Hát mit erőlteted? Lehet, hogy egy angyal van ott. És ezért vannak ezek az akadályoztatások. Na, a harmadik esetben pedig úgy állt be az angyal, hogy se előre, se hátra, se jobbra, se balra, nem tudott menni a szamár. Úgyhogy mit csinált? Lefeküdt a földre, és úgy volt vele, hogy innen én nem megyek sehová. Na, a Bálám, tudod, neki esett, és mondja, meg akarta ölni. És elkezdett vele feleselni a szamár. Megszólalt emberi hangon. Ez meg nem állt le, mert annyira fel volt bosszantva, nem azt mondta, hogy jé, hát te hogy tudsz beszélni. Hanem azt mondta, akkor is megöllek. És akkor megnyitotta, ugye a szamár, tehát megnyitotta a Bálámnak is a szemét Isten, és azt mondja, meglátta az Úr angyalát, amint állt az útban, fegyverével az ő kezében, meghajtotta magát, és arcra borult. Tehát akkor jött rá, hogy az egész nem volt véletlen. És figyelj, mit mond az angyal? Azt mondja, az Úrnak angyala pedig mondta neki, miért verted meg a szamaradat? Már három ízben. Látod, még számon is tartotta. Azt mondja, én azért jöttem ki, hogy ellenkezzek veled. Tehát, hogy sátánná váljak ebben az útban előtted. Ellenálljak ebbe az egészbe. És azt mondja, mert veszedelmes ez az út én előttem. Tehát ő már látta, hogy mi van benne ebbe az útba. És nem az, hogy prófétál csak a Bálám, és megáldja Izraelt, és nem átkot fog kimondani, hanem hogy olyan tanáccsal fogja ellátni Moábot, amivel botrányt fog okozni Izraelbe, és tízezreknek a haláláért lesz felelős a Bálám. És azt mondja, amint meglátott engem a szamár, és kitért én előttem, immár három ízben, ha ki nem tért volna előlem, most, figyelj, mit mond, ő nem teketóriázik, most megöltelek volna téged. Ennyi. Nem teketóriáznak ezek. Őt pedig életbe hagytam volna.
Látjátok, hogy nem lehet, tehát az angyalokkal nem lehet teketóriázni. Az Úr hamarabb megindul rajtad, mint egy angyal. Hamarabb irgalmasságot gyakorol, mint egy angyal. Mária, ugye Erzsébet után Gábriel bekopogtatott Máriához is. Lukács evangéliumában a második fejezetben, és első fejezetnek a végén, azt olvassuk vége fele, 26. verszak. A 6. hónapban pedig elküldték Gábriel angyalt, ugye elküldetét Istentől Galileának városába, amelynek neve Názáret, egy szűzhöz, aki Dávid házából való József nevű férfinak volt eljegyezve. A szűznek neve pedig Mária. Bement hozzá az angyal, mondta neki, örülj, kegyelembe fogadott. Az Úr van veled, áldott vagy az asszonyok között. 30. verszak, mondta neki az angyal, ne félj, Mária. Tehát megint egy angyalnak a jelenléte, a személye félelmet váltott ki. És azt mondja, mert kegyelmet találtál az Istennél. És elmondja, hogy fogadni fog, elmondja, hogy a Szent Szellem sugárkezelésben részesíti a Máriát, ez magasságos ereje rászáll, tehát egy folyamatos erőhatás alatt lesz a teste, erőhatás alatt lesznek a sejtjei, a belső részei, van ilyen. Tehát nem csak a orvosi sugárkezeléstől javulnak a sejtek, vagy roncsolódnak. Hallod, az Úrnak olyan terápiája van, hogy bekerülsz a Szent Szellemnek a jelenlétébe. Azt mondja az angyal neki, a Szent Szellem rád száll. Ugye ő így használja, hogy beárnyékoz. Hát ez a beárnyékozás az az, hogy egy jelenlét be kerülsz bele. Jelenlétbe vagy benne. És ebben a jelenlétben a sejtjeid, a belsőd, a belső részeid alakulnak át. A rossz dolgok, a rossz sejtek, a rossz enzimek, a rossz fehérjék, a rossz dolgok kikerülnek, és ebbe a sugárkezelésbe a tested, a sejtjeid egészségessé lesznek. Hallod? Szükségünk van az Úr jelenlétére. Szükségünk van a Szent Szellemnek a gyógyító, szabadító jelenlétére. Hogy az az erő be. És hiába azt mondják az orvosok. Fél éved van. Az Úr tudja. Az Úr felül tudja írni az orvosoknak a szakvéleményét. Azt mondja, hosszú életet élsz. Azt mondja, megöregszel. Nem? Hát azt mondja Isten igéje. Azt mondja, vénkorban is gyümölcsöt teremnek. Hát ahhoz meg kell vénülni. Nem mehetsz el 30 évesen, 50 évesen, 60 évesen, majd ráérsz gondolkodni 80-90 évesen. Megyek, vagy nem megyek? De látod, ez az is kell, hogy a Szent Szellemnek a sugárkezelése átjárja a testedet. És tudd meg, hogy ő sugárkezelni akar. Ez mennyei lézersugarak ezek. Mennyei sugarak. Azt mondja, a magasságos ereje száll rád. Mikor volt ilyen Pál? Azt mondja, a magasságos ereje. Van ilyen, hogy le tud szállni a magasságos ereje? Van. Van ilyen. És le is kell, hogy szálljon.
Na majd, ha befejezzük a közvetítést. Pista. És mit csinált Mária, hogy reagált? Figyelj, mi volt a reakciója? Ő nagyon jól tudta. Itt most, az a amit most reagálok, ami a válaszom, az most vagy jó lesz, vagy nem. És Mária ugye csodálkozott, mert ő ugye szűz volt. De most tényleg, tehát nem az volt, hogy tehát nem, ne ezt a kort vetítsétek ki. Ő neki fogalma, hát én nem ismerek férfit. Hát hogy lehet teherbe esni úgy, hogy nem ismertem férfit? Tehát ilyet hogy tud megtörténni? És akkor elmagyarázta, tehát most egyébként nagy magyarázat volt, nem tudom, te mennyit értettél volna ebből, hogy a Szent Szellem rátszáll, a magasságos ereje megárnyékoz. Hát kösz. Hát most kösz. Ebből hogy lesz gyerek? De hallod? Mit mondott Mária? Nem kezdett el biológiai tehát tankönyvet elővenni, és akkor ez így szokott lenni, így szokott lenni. Nem. Azt mondja, legyen nekem a te beszéded szerint. Na, ezt nagyon szeretik az angyalok. Amikor az ember a hit beszédét mondja, azt érted, hogy jön egy kijelentés, mert igazából, egyébként csak megsugom neked csak így előre, hogy amikor az Isten igét hirdetjük, és mondjuk egy kijelentés szól a prédikátor, ugyanúgy angyaloknak a postázása van ilyenkor, és reagálnak az angyalok, és nézik, hogy legyen nekem a te beszéded. És hallod, megtörténik. Ez a hozzáállás kell neki. Nem tudom, hogy hogy. De ez meg kell, hogy történjen velem. És ha te ezt mondtad, akkor ez meg is fog történni. A családommal, a gyerekeimmel, az otthonommal meg fog történni ez. És tudod, hogy mi nagyon érdekes? Mert ebben a párbeszédben hangzik el azt, amikor azt mondja erre az angyal, hogy, vagyis előtte azt mondja, ugye, hogy elmondta, hogy a Szent Szellem leszáll rád, és a többi, és a többi. Elmond egy külső bizonyságot, ezért kell a bizonyságokra figyelni, mert megerősítette a hitét az, hogy figyelj, Erzsébet a te rokonod, ő is fogant fiat a vénségében, és már a 6. hónapban van. Tehát ezért nagyon jók a bizonyságok, a testvéreknek a bizonysága, egy külső megerősítések, hogy ne csak a szó, ne csak a beszéd, ne csak a kijelentés, hanem a bizonyságok is alá támasszák. És utána úgy fejezi be, hogy és azt mondja neki, mert az Istennél semmi sem lehetetlen. Tehát figyelj, eredetileg azt mondja, mert az Isten rémájának nincs lehetetlen. Tehát az üzenetnek, tehát az angyal egy üzenetet vitt át, amire ő azt mondta, hogy ezt, ugye görögül úgy van ez írva, hogy réma. Tehát egy aktuális, most személyre szabott, most elhangzott kinyilatkoztatás annak a bizonyos személynek. Hallod, ha ilyen van neked, réma, kijelentés, személyes, hogy az neked szól, Isten, tudd meg, hogy abban a kijelentésben benne van az a természet fölötti erő, ami keresztül tolja azt az üzenetet az életedben. Minden természetes dolog és körülmény ellenére. Minden tünet, lelet és minden ellenére neked ragaszkodnod kell a rémához, az üzenethez. Mert az üzenetnek, az Isten üzenetének, rémájának semmi
sem lehetetlen. Tehát ezért egyébként pont Sándor pásztor ugye szerdán is, meg jövő hét szerdán azt mondta, pont az igével, az ige hatalmával kapcsolatban beszél, és pont ezekkel kapcsolatban, hogy mi az, hogy logosz, mi az, hogy réma, mi az, hogy írott ige, mi az, hogy személyes ige, testélet ige. Tehát jó, hogyha figyeltek, mert tehát ezekről van most szerdánként szó. És pont erről beszél az angyal Máriának, hogy a rémának semmi sem lehetett. És ilyenkor neked el kell döntened, mire figyelsz. A rémára figyelsz, vagy a körülményeidre. A rémára figyelsz, tehát az üzenetre, vagy a tünetekre. És el kell döntenie az embernek, mit helyez elsőnek az életébe. Tehát ebben a szöveg összefüggésben, válasz, kérdés, feleletben hangzott ez el, hogy a rémának nincs lehetetlen. És figyelj, miért mondtam azt, hogy a prédikálásban is? Mert azt olvassuk a János evangéliumában, hogy akit az Isten küldött, olvasunk egy ilyet, hogy Isten beszédeit szólja. De az eredeti ugyanúgy azt mondja, az Isten rémáit, üzenetét szólja. Tehát amikor küldve van valaki, amikor küldött valaki, és beszél, azokban a beszédekben rémák vannak, olyan beszédek, szavak, kijelentések, üzenetek, amikben benne van az a természet fölötti képesség, nem az emberben, hanem a kimondott beszédekben és üzenetben, ami által semmi sem lesz lehetetlen. Hallod, minden lehetségessé válik. És az orvos azt mondja, hogy nem tudunk segíteni, akkor az Isten beszéde rémája tud segíteni. Ha az orvos azt mondja, nem fog tudni változni, az Isten beszéde áttörést fog hozni, és változni fog. Oké? Tehát így hallgassátok az üzenetet. Mert ilyenkor ezek természet fölötti dolgok, és az angyalok hozzák a rémákat. Szerinted Jézus hogy beszélt? Amikor azt mondta, hogy azt mondja, hogy meg fogjátok látni, hogy angyalok szállnak le az ember fiára, és angyalok szállnak fel. Le, fel, le, fel. Szerinted mit hoztak ezek az angyalok? Üzenetet. Ezért tudta átadni az Istennek az üzenetét, aktuális, most üzenetét, személyes üzenetét. Mert lehozták ezeket az üzeneteket a mennyből. Na, mit szóltok? Ha nekünk ilyenre van szükségünk, ezek változtatják meg az életünket, a sorsunkat, az egészségünket, a jövőnket, az rémák, az üzenetek, az Isten beszédei. És jól fogadta Mária. Azt mondja, legyen a te beszédet szerint. Utána azt mondja, tehát magyarán ez azt jelenti, hogy Isten szót küldött az angyalon keresztül. Na, nézzük Dánielt. Nála több ilyen dolog történt. Hányatokat érdekel ez az egész? Fú, de jó. Ezért jó beszélni köztetek. Azt mondja, Dániel 6.21. Nézzük meg Dániel életében ezeket a szolgálatokat az angyalnak, és nézzük meg, hogy a hithez hogy reagálnak. Ők nagyon szeretik azokat az embereket, akik tudnak hinni. Akik elég bátrak ahhoz, hogy higgyenek, és azt szerint cselekedjenek. Jönnek segíteni. Dániel 6.21. Azt olvassuk itt, hogy ugye az oroszlánok vermébe került a Dániel, és van ilyen, lehet, hogy a te életedben is, senki nem garantálja, hogy nem kell, hogy oroszlánok vermébe kerüljön az ember, vagy néha verembe, kútba kerüljön az ember. Ezek hozzá tartoznak,
az embernek a szellemi élethez ilyenek is tartoznak. Na nézzük, 21. Akkor Dániel szólt a királynak. Ugye, mert megkérdezi a király másnap reggel hajnalban, kifut az oroszlánok verméhez, és megkérdezi, élsz még, Dániel? Hát ugye, miért kérdezed, hogyha... Hát úgy volt vele, tehát azért Isten, ez egy különleges ember. Biztos, hogy életbe kell, hogy maradjon. És ugye, válasz mi volt erre? Ugye az volt a kérdés, hogy meg tudod szabadítani a te Istened, akinek szüntelen szolgálsz az oroszlánoktól? Ekkor Dániel szólt a királynak, így hajnalba fölkiáltott neki a veremből, és mondja, király, örökké élj! Azért tisztelte a királyt. Azért tisztelni kell a királyt. Azt mondja, az én Istenem elbocsájtotta, mivel magyarázta, hogy életben van. Hallod, Dániel, mivel magyarázta, hogy életben van? Azt mondja, az én Istenem elbocsájtotta az ő angyalát, és bezárta az oroszlánok száját, és nem árthattak nekem. Na, ilyen angyalokat kell, hogy Isten elküldjön hozzánk. Ilyen angyalok kell, hogy belépjenek az otthonodba, a családodba, a helyzetedbe. Ilyen angyaloknak kell, hogy bezárják az oroszlánok száját. Ilyen angyaloknak kell odaállni gonosz angyalok elé, démonok elé, és megmondják, hogy nem jöhettek közelebb ehhez az emberhez. Azt mondja, nem árthattak nekem, mert ártatlannak találtattam te előtted, és ő előtte, és nem követtem el semmit ellened, ó király, semmi vétke. Akkor a király örvendezett, Dánielt kihozta a veremből, és kivették Dánielt a veremből, figyelj, semmi sérelem nem találtatott ő rajta. Miért? Figyelj, miért? Miért? Mert hitt az ő Istenében. Látjátok, hogy az angyaloknak a szolgálata, munkája, védelme, az összefügg a hitünkkel. És ahogy a hitünk működik, úgy működnek az angyalok is. És nézd meg, kihozták kihúzták Dánielt az oroszlánok verméből, és mit olvasol? Bedobták a rágalmazókat, családostól. Hallod? De az angyal akkor már nem volt ott az oroszlán verembe. Az angyal már nem volt ott az oroszlánoknál. Az angyal már nem fogta be az oroszlánok száját. És az oroszlánok rá támadtak ezekre az emberekre, és megölték őket. Tehát látod, ahogy felvonták Dánielt, az angyalok jöttek föl vele együtt a veremből. Ahol Dániel volt, ott voltak ők is. A hit miatt működött ez. Ha hiszel, akkor angyalok sietnek a segítségedre. Mert emlékeztek múlt héten, mit mondtam. Azt mondja Isten igéje, áldjátok az Urat! Azt mondja, ti angyalai mind! Azt mondja, az ő akaratának véghez vívői. És ott azt mondja, hogy akik megcselekszitek az ő rendeletét. Tehát a dabárt, az igét, az igének hangot kell adni, hogy az angyalok elkezdenek cselekedni. Látjátok, a tíz kém olyan hangot adott ki, ami nem volt összhangba a hitükkel és Isten igéjével. Ezért az angyalok nem segítettek nekik, hanem ártottak. De azok az emberek, a Káleb és a Józsué, akik az Isten igéjének adtak hangot,
azokkal az emberekkel együtt működtek az angyalok. Ezért, amikor az Isten igét megvallod, és azt mondod, hogy Jézus Krisztus sebeivel meggyógyultam, akkor gyógyító angyalokat küld Isten, hogy az igét megcselekedjék az életedben. Amikor szabadulásra van szükséged, erőre van szükséged, és megvallod azt, hogy mindenre van erőm Krisztus Jézusban, aki megerősít engem. Mit csinál Isten? Angyalokat küld! Miért, hogy megerősítsem? Ó, ez nem volt nagy. Hallod? Figyelj, ha Jézusnak szüksége volt, hogy megerősítsék az angyalok, ha Jézusnak szükségük volt, hogy szolgáljanak felé az angyalok, neked nincs szükséged? Hát neked is szükséged van rá. Hát Jézusról olvasok, hogy jöttek nehéz helyzetekbe, erősítették az angyalok. Minket is tudnak erősíteni. De számítani kell, hogy van mennyei sereg. Emlékeztek Elizeusra, amikor felkeltette őt a szolga, nem azt csinált, hogy ő is körbenézett, mint a szolgája ott Dótánba, hanem ő tudta, a hit által tudta, hogy angyalokkal van körbevéve. És fel is mondta, nézd körül, Uram, nyisd meg a szemét, hogy lásson! És amikor körbenézett, ott, hogy írja az ige? Azt mondja, látta a szolga, hogy tele van a domb, a hely, tele van tüzes szekerekkel, tüzes lovagokkal, de figyelj, mit mond? Elizeus körül. Hallod? A személy körül voltak az angyalok. Te körülötted is angyalok vannak. Az Úr angyala tábort jár az őt félők körül. Ha féled az Urat, angyalok járnak körülötted. Hallod, és tudod, milyen könnyen működött, amikor és nézd meg, van ilyen, hogy egész hadseregek vannak. Gondold el, haladsz előre az Úrnak az útján, és már nem egy angyal, kettő, minél nehezebb a feladat, annál nagyobb tömegű angyal jön köréd, és annál nagyobb hadsereg vesz körül téged. És tudod, ilyenkor mi történik, minél nagyobb a mennyei természet fölötti lényeknek a száma körülötted, annál könnyebben történnek csodák az életedben. Hát fia, Elizeus csak annyit mondott. Uram, verd meg őket vaksággal, mondja az ellenségre. Csak ennyi. Nem tudom, mekkora hadseregre. Hogy ő körülötte angyaloknak a tömegei voltak, és egy hadsereg ott áll, és erre azt mondja neki az Úrnak, Uram, verd meg őket vaksággal. És megverte. És oda mentek Elizeushoz. Kit kerestek? Elizeust. Hát az nem itt van. Az amott van. Gyertek, megmutatom nektek. És ezek mentek, mint az ovisok. Mentek Elizeus után. És na, amikor bevezette őket a városba, mondta, Uram, nyisd meg a szemüket. Ah, mi hol vagyunk? Hát mi történt velünk? Látjátok, hogy nagyon könnyen működtek ebben a légkörben a csodák. És itt ez a kérdés, hogy a cselekedeteiddel, az életviteleddel, a beszédeddel, az érzelmeiddel eltaszítod az angyalokat, vagy úgy élsz Isten igéje alapján, hogy vonzod az Isten angyalait az életedbe. Magadnak könnyíted meg az életét. Erről szólnak ezek a történetek. Na de menjünk tovább. Dániel 9.
Nézzétek meg, hogy a sátánnak a reakcióját is például ilyen esetekben, itt például ezt mutatja a 9. Dániel 9. fejezete. Felszeretném hívni a figyelmeteket, hogy először simán mennek a dolgok, utána megbonyolódnak. És nézzétek meg itt a Dániel 9-ben, mert van, hogy keresztények sem értik, hogy hogy van az, hogy először könnyű, utána nehéz az embernek a különböző területei az életében. Figyeld meg, Dániel 9:21. És még az imádságot mondtam, mondja ugye Dániel, mikor az a férfiú, a Gábriel, akit előbb látomásban láttam, sebességgel repülve, tehát egy ilyen nagyon nagy sebességgel repült, és azt mondja, megérintett engem az estvéli áldozat idején. És értésemre adta, és szólt nekem, és mondta, Dániel, most jöttem ki. Látod? Most jöttem ki. De abban a pillanatban olyan sebességgel tudott haladni, hogy rögtön ott volt Dánielnél. Az ima meghallgatás rögtön megtörtént Dánielnek az életébe. Azt mondja, imádkoztam abban a pillanatban. Még az ima, azt így mondja, amíg még az imádságot mondtam, már ott volt ez a férfiú, a Gábriel, sebesen repült, és megérintett. És azt mondta, most jöttem ki. Tehát ez azt jelenti, 23. verszak, a te esedezésed kezdetén. Ugye leírja a Biblia ezt az esedezést, tehát ez egy pár percről van szó. Tehát pár perc alatt az Isten jelenlétéből ide a földre le tudnak jutni angyalok. Pár perc alatt. És azt mondja, én pedig jöttem, azt mondja, a te esedezésed kezdetén, figyelj, mi történik? Egy szózat. Mi történik? Egy szózat, eredetiben dabár, ige. Ige. Támadt. Tehát amikor az ember elkezd esedezni, kérni, ige támad. Ha amikor te imádkozol, Isten a mennyben mond egy igét. Mert ő így változott, ő mindent ige által változtat meg. Tehát Isten mindent az ige által cselekszik. Ő kiküldi az igéjét, és meggyógyítja őket. Ő kiküldi az igéjét, és megvalósítja az akaratát az ige által. Tehát Isten mindig igét, szózatot, dabárt szól, amikor imádkozol. És ez a dabár kerül le. Ezt hozza le az angyal, ezt hozta le Dánielhez. És figyelj, azt olvasod, ez egy pár perc volt, ugye? Pár perc. Azt mondja, ahogy elkezdted az imát, még imádkoztam, még be se fejeztem, már ott volt az angyal, és hozta az igét. És mondta, hogy eljöttem, hogy megjelentsem neked, te kedves vagy, mert te kedves vagy, vedd eszedbe ezért a szózatot, a dabárt, az igét, és értsd meg a látomást. Magyarán mi történt? Minden imánkra van egy dabár. Hallod, minden kérésedre van egy dabár. Itt az a kérdés, hogy megérted-e vagy nem. Itt az a kérdés, hogy eljut-e hozzád az a dabár, vagy nem. De az keletkezik. Az egy reagálása Istennek. Megvan a megoldás, embere. De annak el kell, hogy jusson, és ez az angyal ezt hozta le, hogy kapcsolatba kerüljön Dániel is az ima válaszával. És elmagyarázza neki, hogy ez a üzenet által megérti az Isten igéjét. Tehát ez egy magyarázó angyal jött el, tehát többféle kategóriájú, vagy fajtájú, vagy működési területű angyalok vannak, és itt a magyarázat volt a lényeg,
hogy a magyarázatot hozza el, a megértést hozza el. Oké, elhozta. Dicsőség az Úrnak. Van megértés. Várjál egy kicsit, jön a 10. fejezet. Első verszaktól. Azt mondja, Círusnak, Perzsa királyának, vagy Kürosznak, Perzsa királyának 3. esztendejében, figyelj, egy ige jelentetett ki Dánielnek, aki Baltazárnak neveztetett, igaz az ige, és nagy bajról való, és figyelt az igére, és megértette a látomást. Azon a napokon én, Dániel, bánkódtam 3 hétig. Tehát azt mondja, 3 hétig egy súly, volt egy ige, amit megértett. És az az ige egy súlyként ott volt a szívén, a lelkén, a nyomás gyakorolt rá az ige az érzelmeire, bánkódott, szomorkodott, böjtölt részlegesen. Tehát rávitte ez a teher, ez a súly, ez a szellemi teher egy súlyt hozott létre a személyiségében, és ez a súly böjtölésre is késztette, és azt mondja, nem evett kívánatos ételt, hús és bort nem ivott, nem ment le a száján, és soha nem kente magát, míg el nem telt az egész 3 hét. Figyelj! És az első hónapnak 24. napján íme én a nagy folyóvíznél, azaz a Hidekel partján voltam, és felemeltem a szemeimet, és láttam, és íme egy férfiú gyolcsba öltözve, és dereka ufázi arannyal övezve, és teste olyan, mint a tárziszkő, arca olyan, mint a villám. Ez egy angyali, tehát megjelent neki egy angyal. És elmondja, hogy hogy nézett ez ki. Tehát egy ilyen villámszerű valaki ott áll előtte. Tehát ez nem olyan, hogy... És mondom, tehát óvakodjatok azoktól az emberektől, akik ilyet láttam, olyat láttam, Jézust láttam, angyalokat láttam. Ez nem így van. Tehát ha az ember ilyet lát, tehát ott, most hogy mondjam, tehát figyeld a reakcióját ennek az embernek, Dánielnek. Ugye látja a szemei égő szövétnekek, karja, lába, izzó érc, a feje, az arca, mint a villám, azt mondja, csillogott, mint a drága kövek, tehát a teste úgy csillogott, mint a gyémántok. Tudjátok, a gyémántokat, ha megnézed, és rámegy a fény, akkor csomó színben, fényben, tehát ilyesmi volt, azt mondja. És azt mondja, és beszédének a szava olyan, mint a sokaság zúgása, mint a morajlás. És azt mondja, egyedül én, Dániel láttam ezt a látomást, a férfiak pedig, akik velem voltak, nem látták, hanem nagy rettenés szállt rájuk, és elfutottak, és elrejtőztek. Tehát ők nem láttak semmit, egy társaságban volt Dániel, egyszer csak megjelenik ez az angyal, csak Dániel látja, többiek semmit nem látnak ebből, de egy akkora félelem, rettenet, rettegés szállt rájuk, hogy elfutottak arról a helyről. Azért nem akármi az ilyesmi angyaloknak a látása, látványa és a többi. És azt mondja, mindenki elfutott, elrejtőzött. Na, ott hagyták Dánielt egyedül. Tehát vagy ott ragadt Dániel. Mit élt át? Figyelj, azt mondja. És én egyedül láttam. És ahogy láttam ezt a látomást, semmi erő nem maradt bennem. Hanem egyből az ereje elhagyta. Azt mondja, ahogy látta, azt mondja, az erő kiment belőle, az arca eltorzult. Tehát Dánielnek az arca eltorzult, és oda lett minden erőm.
Na ez volt az első szint. A második szint, amikor megszólalt ez az angyal. Azt mondja, megszólalt, hallottam a beszédét, azt mondja, amikor hallottam az ő beszédét, a hangját, ájultan arcomra estem, az arccal a földre. Tehát ilyet váltott ki. Értitek? Tehát ez a látvány, a hang, a látvány elájult ott rögtön. Eltorzott, kiment belőle minden erő. Azért ezek nem akármilyen lények. Most már értitek, amikor megjelent Máriának, Zakariásnak, vagy más embereknek, és mondják, ne félj! Hát könnyű mondani, érted? Tehát ne félj! Oké, megpróbálok nem félni. De hát ez egy természet, tehát ilyen lények, hogy az erő kimegy az emberből, mert valahogy ahogy a természet fölötti lény és az ember találkozásakor kölcsön hatásában az embernek az ereje elhagyja az embert az angyal előtt. És azt mondja, hogy elájult, erre azt mondja, egy kéz megérintett, egyszer csak elájult, és egyszer csak arra ébredt, hogy rázza őt egy kéz. És azt mondja, hogy felsegített a térdeimre. Felállított a térdeire. Erre azt mondja, mondta nekem, Dániel, kedves férfiú, értsd meg ebbe, hát érted? Tehát értitek, hogy Isten például Izrael fiainak miért nem engedte meg, hogy a Sínait megérintsék, a Sínai hegyet? Gondolom, hogy egy angyalnak, egyetlen angyalnak a jelenlétébe ilyen van. Most mi van akkor, amikor Isten a Sínain leszáll, tűz, homály, sötétség, villámlások, minden van ott, amit el tudsz képzelni. Hát gondolom, amikor hallották Izrael fiai az Istennek a szavát, hangját, ők maguk mondták és könyörögtek, mondd meg Istennek, ő ne beszéljen velünk. Gondolod, de mi lehetett ott? Tehát mi persze könnyen mondjuk, apukám, Jézus a barátom, meg ilyenek, de hát nem tudod, miről beszélsz. Éppen ezért kell Isten félelemben, mert tényleg az új szövetség kijelenti az Istent atyának. De Isten azt is mondja, hogy nem csak atya, ezzel kell olvasni az ószövetséget is, hogy meglásd Istennek az Úr voltát, hogy tudjad tisztelni őt úrként is. Érted? Hogy ne az legyen, hogy atya, és akkor apa, apukám, és akkor minden, mint a mindent lehet csinálni, hanem ő Úr, olyan atya, hogyha ő megszólal, hát nem maradsz meg, a sejtjeid, a tested nem tud egybe maradni, szétesel, széthullik a tested darabokra, sejtekre. Hát ezért ő meg is akar védeni magától, de nem úgy, hanem hogy ő tudja, hogy életveszélyes. És ezért mondta Izrael fiainak, hogy mondja Mózesnek, senki ne érintse a hegyet. Meg fog halni. Hát amikor gondoljátok el a jelenlétet, a Fridládának a jelenlétét, hogy amikor a Kádes, hogy Kirját, hol volt Kirját, Jeárimba, hogy ott a Fridládát visszaküldték a filiszteusok. Olyan jelenlét. Olyan erő, olyan atmoszféra volt ott, hogy aki csak a Fridládához akart jutni és megnézni, szörnyet halt. Azt mondja, azon a napon 70 ezer ember halt meg. Tehát életveszélyes az Isten. Ez az Isten félelemnek az alapja. Ezért ne szórakozzunk Istennel. Életveszélyes. És nézd meg, egy angyal. És akkor felállítja Dánielt. Dániel, kelj föl, kedves férfiú.
Hallod? Érted, az angyal még mondja, kedves, de meghalsz tőle. Akármilyen kedves vagy. Kicsit rosszul érint meg, már kész, vége. És azt mondja, kedves férfiú, állj fel! Azt mondja, értsd meg a beszédet, amit mondok neked. Most gondolj, félájultan, állj föl. Tudod is, hogy neki értsd meg ezt a beszédet. Azt se tudja, hol van. Azt mondja, állj a helyedre. Mert most te hozzád küldettem. Látod, Isten nem ér, ő elküldi. Az angyal jön, ő nem azt nézi majd este, ha hazaérsz. Vagy megvárom, amíg a társak elmennek, tudod, a haverok, meg ilyenek, most pont ott vagy a hidegkel partján, most nem érsz rá. Hát nem érdekli, őt küldte Isten, odaáll, kész, ennyi, te igazodjál hozzá. Azt mondja, most te hozzád küldettem. És mikor ez szót szólta velem, felálltam reszketve. Gondolj, feláll féltérző, és reszket. Tehát folyamatosan egy reszketésben van benne. És azt mondja, és én mondtam, és mondta nekem, ne félj, Dániel! Látod, megint ezt mondja, ne félj! Azt mondja, ez első naptól fogva, mi volt az első nap? 3 héttel ezelőtt. Tehát az első naptól fogva te hozzád, azt mondja, hogy a szívedet adtad a megértésre és sanyargatásra a te Isten előtt, meghallgattattak a te beszédeid. Mikor hallgatta meg Isten? Melyik nap? Akkor nem a 21. napon, hanem az első napon hallgatta meg. Az előző imába, a 9. fejezetben, mikor hallgatta meg? Ott akkor, amikor imádkozott. És el lett küldve, és odaért az angyal, sebességgel ment, megérintette, és átadta az üzenetet. Második esetben, első nap ugyanúgy meghallgatja, de már nem azonnal jött az ima meghallgatás. Vedd észre, 21 napon keresztül, míg Dániel érezte, hogy részlegesen bőjtölésre van szükség, ő nem tudta, mi zajlik a láthatatlan világba. Ő nem tudta, mi zajlik az angyalok között. Fogalma sem volt. Ő csak érezte, hogy egy teher van rajta, az igének a terhe rajta van, és azt érzi, hogy neki bőjtölnie kell. És amikor 3 hét után a bőjt befejezése körül egyszer csak egy angyal megérkezik, és azt mondja neki, már az első nap meg lett hallgatva az imád. Már az első nap azt mondja, hogy a szívedet adtad a megértésre, a sanyargatásra, a te Isten előtt, meghallgattatak a te beszédeid, és én a te beszédeid miatt jöttem. De! Mi történt? Az első nap és a 21. nap között. Azt olvassuk. De! Perzsia fejedelme ellenem állt. 21 napig, és íme Mihály egyike az előkelő fejedelmeknek, eljött segítségemre, és én ott maradtam a perzsa királyoknál, jöttem pedig, hogy tudtodra adjam, ami a te népedre az utolsó időkben következik. Mit mondott? Hogy hallod? Az első imánál, első nap nagy sebességgel tudott eljönni az angyal. Rögtön. Még az imáját még mondta, és már majdnem befejezte, amikor már megjött a válasz. De a második esetben már trükkös volt az ördög, már a fejedelmek szintjén, angyali fejedelmek szintjén, már egy ellenállást fejtettek ki az első naptól kezdve. Tehát magyarán az ördög tanul.
Magyarán ők nem enged, hogyha egyszer sikerült, fog tudni sikerülni másodszor is, de lehet, hogy az nehezebb lesz. És azért lesz nehezebb, mert az ördög tudja, hogy hogyan segített Isten abban a helyzetben. Hogyan tudott áttörni abban a helyzetben az életed. De a második esetben már, mit olvasol? A második esetben már gonosz angyalok voltak oda küldve, hogy ellen álljanak. És az első esetben nem kellett böjtölnie Dánielnek. Simán ment az ima. Simán jött a meghallgatás. Az ima meghallgatás. De a második esetben már neki is kellett valamit tennie ahhoz, hogy ez az angyali ütközet az ő javára dőljön el. Húha. Mert látjátok, ezért vannak ima késések, mert az ördög is tanul. Mert egyszer azt mondja, hogy ja, áttört. Ne engedjük már meg. Mit csináljunk? Változtassunk tervet. Változtassunk taktikát. Erősítsük meg ezt. Tegyük oda azt. Ne tudjon áttörni. De látjátok, ezért kell nekünk kitartani. Ezért kell nekünk a szellemünkre hallgatni. Meg kell tanulnunk, hogy a szellemünk vezessen bennünket, azért, hogy a Szent Szellemnek a vezetése, vannak olyan dolgok, amiket nem biztos, hogy a szabályok, az igék, tehát azáltal rájössz szellemi dolgokra, hanem a Szent Szellemnek kell egy vezetése, hogy figyelj, most ne így csináld, hanem úgy csináld. Dávid ezért volt győztes, Dávid király. Mert amikor a filiszteusok jöttek, egyszer így csinálta, aztán megkérdezte az urat, hogy csináljam? Akkor most így és így csináld. Olvasol ilyet? Menjek rá az ellenségre? Menjél! Második esetben menjek rá? Ne! Kerülj mögé! És amikor hallani fogod a fák tetejéről az ugást, az indulásnak az aját, akkor induljál el te is. Akkor megy előtted az Úr és győzelmet ad neked. Tehát látjátok, mert változnak. Ahogy látjátok az időjárás, hogy most mondjuk már nem változik, jó lenne már, hogy változzon, de ahogy az időjárás változik. Ugyanígy szellemben is változik az időjárás. Nem tudsz felöltözni minden évszakban rövid pólóval, nem tudsz járni. Van, amikor kabáttal kell járni. Miért? Mert megváltozott az időjárás. Ugyanígy van a szellemvilágban is, hogy vannak idők, amikor megváltozik az időjárás, és hozzá kell igazítani. Nem mondhatod az fafejűen, akkor is rövid ujjúba fogok menni. De akkor megbetegszel. Tehát akkor nem jön össze. Tehát látjátok, hogy változtatni kell a dolgokat. És mit olvasol? Azt mondja, ellenem áll. Csata kezdődött el. Szellemi harc kezdődött el. És azt mondja, hogy... És úgy fejezi be a 10. fejezet, a 19-től 21-ig, és mondta nekem, ne félj, te kedves férfiú, mert ugye megint elakadt a lélegzete, nem tudott levegőt venni, nehéz légzése lett, nem állt meg benne az erő, és a többi. Tehát megint ez történt, és akkor megint szóltak neki, ne félj, békesség neked, légy erős, bizony erős, és mikor szólt velem, megerősödtem. Látod, amikor az angyalok beszélnek az emberen, megváltozik, hogy tehát az emberben több jön létre, erő jön létre. Tehát ezért, amikor tudod, vannak, akik mondják, hogy ú, én kaptam igét, kaptam ezt, és akkor elő kell venni egy fizetet ahhoz, hogy mit kapott. De hát ember, hogyha kapsz igét, azzal erő jön, az beég, az nem kell külön fizetet elővenned hozzá, az beég, az egy olyan erőt ad, nem maradsz ugyanaz, nem maradsz beteg, nem maradsz szegény, nem maradsz átok alatt, nem maradsz démonok alatt. Mert ha ilyen érintést kapsz, olyan erő is jön, ami kihúz ebből az egészből. És azt mondja, hogy
Megerősítettél engem. Mondta, tudod-e, miért jöttem hozzád? És most visszatérek, hogy küzdjek Perzsa fejedelem ellen, és ha kimegyek, íme Görögország fejedelme jön elő, és én megjelentettem neked, ami fel van jegyezve az igazság írásában. Amen. Tehát nézzétek meg, itt három különböző szolgálatot ír le az ige az angyaloknak. Megértés, magyarázás. Azt olvasod, harc, szellemi harc, és azt olvasod itt a harmadiknál, hogy azt mondja, hogy megjelentettem neked, ami fel van jegyezve az igazság írásába, tehát írás magyarázás. Vannak olyan angyalok, hogy magyarázzák az írást neked. Olvasod a Bibliát, nem érted, egyszer megérted. És lehet, hogy az történt, hogy közben egy magyarázó angyal leszállt, és érted az írást. Ki kell tartani? Azt mondja, elsőt nézzük meg gyorsan, ugye a angyalok megerősítenek. Ugye, ahogy itt mondja, hogy megilletett engem, és megerősített. Hát például ott van Illés próféta. K.O. volt. Volt egy nagy győzelem a Kármelhegyen, és jött Jézabelnek az üzenete, hogy Illés, elintézlek téged. Van hatalmam hozzá. Vége. És felfogta Illés. Vége. Vége az életemnek. És valami olyan jött elő Illésbe, ugye mert azért Jézabel nagyon jól tudta, hogy úgy kell leírni azt a levelet, hogy el tudja képzelni Illés. Mert előző nap, gondold el, amikor megölt 700 profétát, hamis profétát, Illés. Ezek az emberek, tudod, nem ilyen pacifisták, meg nem tudom, mik voltak. Azért gondold el, mi olyan embernek a... tehát hithőst olvasunk. Ezek miért? Na jó, nem megyek bele. Nem akarok belebonyolódni. De 700 embert fogta, és megölt. Hát szerinted Sámuel kiölte meg az Agág királyt? A Saul helyett kiölte meg. És azt olvasod, felvagdalta. Sámuel. A kenet rajta volt. Ha mi nagyon sok mindentől el vagyunk szokva, valahogy elmacskásítják az embereket. Akkoriban nem ilyenek voltak az emberek. Ha kellett, fogták, ott, ahogy látod Illést, nyert a Kármelhegyen, és tudta, élet-halálra megy. Ha ők győznek, ő fog meghalni. Tehát a proféták győznek. Ha ő győz, akkor a proféták. És megtisztította. Több száz embert megölt aznap. Hát gondold el, ennek van látványa, van szaga. Van látványa. És erre másnap ír neki Jézabel. Ahogy te a prófétákat megölted, én úgy foglak megölni téged. Hú, Illésnek a képzelete beindult, és látta magát a tegnapi jelenetben. Hogy akkor ő lesz ott, az az ő szaga lesz, az az ő vére lesz, az az ő teste lesz, úgy fog kinézni. És bejött egy félelem. Aztán nem csak félelem jött, hanem bejött egy, tehát önmagától elidegenedett. Elidegenedett az elhívásától. Elidegenedett az életétől. Elidegenedett a kiválasztásától. Mindentől elidegenedett. Mondta Istenek, Uram, hadd halljak meg! De senki nem csinált még semmit. Most kívülről. Még senki nem csinált semmit. Ez az ő érzelmeiben és gondolataiban zajlódott le. De benne már lezajlódott, hogy Uram, miért éljek? Nincs értelme. Vedd el a lelkemet. Nem vagyok jobb az apáimnál. Senkinél. Hadd halljak meg. És az érzelmeit
teljesen nem tudta uralni, és mi lett a következménye? Azt olvasod, feküdt, lefeküdt, és csak feküdni tudott. Depressziózott, passzív lett, függönyt elbehúzta, legyen sötét a szobába, ne legyen hang, fény, jó itt a, milyen fenyőfa alatt volt, azt hiszem. Fenyőfa, bebújt, tehát látsz, ha fenyőfát látsz. Ezt nem vágták le a törzsét, bebújt a fenyőfa alá. És egyszer csak, mit olvasol? Isten nem hagyja az embereit. Elküldte neki az angyalát. És elkezdte. Kelj föl, Illés, kelj föl, kelj föl, kelj föl! Mi történt? Hoztam kaját! És olvasod, ott volt pogácsa, ott volt, azt olvasod, egy pohár víz is ott volt. Miért a mennyben vannak poharak? Gondolod, ott a fej, kibújik, a fej, kiteszi a fejét a fenyőfa. Ágaiból kiteszi. Egy pogácsa, jó, behúzta. Vissza. És visszafeküdt aludni. Megint jött az angyal, ébreszti, kelj föl! És megint ott van pohár, víz. Hallod? A mennyben egy pohár víz. Hallod? Itt akármilyen mélyre leásnak. Olyan kaliberű, olyan összetételű vizet nem fognak tudni felhozni. Hallod, az Illés két pohár vizet megivott, két pogácsát megevett, 40 nap és 40 éjjel olyan kalóriát kapott, olyan energiát kapott, hogy nem lehetett leállítani. És angyalok hozták neki, így tudták megerősíteni az angyalok az Illést. Elment a Hóreb hegyéhez. 40 nap, 40 éjjel. De meg már ugyanaz, már fáradt vagyok, már mit csinálja? Látszik, már régen ettél mennyei kaját. Mennyei eledelt már régen ettél. Már régen ittál valami jó mennyei vizet. Csak dől az ember, jobbra, fáradt vagyok. Aludni kell. De látod, jön a mennyei kaja, jön a pogácsa, jön a víz, a pohár víz, iszod, eszed, és úgy érzed, mi bajom volt eddig? Mi volt a problémám? Hát igazából nincs is problémám. Tehát ez volt Illéssel. Na jó, nem mondom a többit, mert nem tudom befejezni. Harcos. Azt már elmondtam. Na, a harcossághoz. Egyet hadd mondjak, ugye Elizeust már mondtam, hogy körbevették. Hallod? A harcos angyalok, ez a második szolgálatuk. Az első az, hogy megerősítenek. Hozzák a kaját, Tamás. Megeszed, és megerősödsz. Második, harcos angyalok. Hallod? Bekattant a Heródes, és kitalálta, most már kéne kegyetlenkedni egy kicsit a gyülekezettel, és az apostolok cselekedeteiben olvassuk, hogy megölte Jakabot. Utána látta, hogy milyen jót tesz a kapcsolatainak, politikai kapcsolat, társadalomban megerősíti a pozícióját, és letartóztatta Péter apostolt, és úgy volt vele, hogy a kovásztalan kenyerek ünnepe után kiszolgáltatja őt is. Mert látta, hogy támogatást lehet szerezni. Tehát mert így a politikusok így csinálják, hogy támogatókat szereznek. Rájött Heródes, hogy úgy tud támogatókat szerezni, hogy a gyülekezetből elkezdi ölni az apostolokat. Na most letartóztatták Péter, tudjuk, megmenek, most nem ezt akarom elmondani, megmenekült Péter,
Most nem megyek bele részletesen, pedig az is nagy lenne, de a lényeg, hogy ugye természet feletti módon megszabadult Péter, másnap Heródes behívatja a katonákat, kihallgatta őket, és mondták, akkor kivégezzük az összeset. Kivégezték. És akkor bekapcsolódunk az Abcsel 12-ben, és azt olvassuk, 20. verszakban. Tehát kivallatta az őröket, meg kivégeztette őket, és lement Judeából Cezáreába, ott időzött Heródes. 20. verszak. Heródes pedig ellenséges indulattal volt a tírusziak és a szidoniak iránt, de azok egy akarattal eljöttek őhozzá, és Blastuszt, a király kamarását megnyervén, látod, tudják, hogy hogy kell, kik azok az erős emberek, kit kell megkeresni, hogy kell kibékülni, hogy kell csinálni a dolgokat. Hát egyértelműen ilyenek működnek. Tehát megnyerték a Blátuszt, aki a király kamarása volt, békességet kértek, mivel hogy az ő tartományuk a királyéból élelmeztetik. Tehát ez az anyagi jólétet is jelent. Egy kitűzött napon pedig Heródes király, tehát királyi ruhába felöltözve, a székébe leült, nyilvánosan szólt hozzájuk. A nép pedig felkiáltott. Hát mit kiáltott fel a nép? Isten szava ez, nem emberi. Magyarán mit mondtak ezzel? Hogy hát meg akarták nyerni a királyt. Az ő élelmezéséből van táp, tehát ők abból kapnak. Hát nem fogják azt mondani, hogy érted, milyen beszéd ez. Hanem elkezdték mondani, Istennek a szava, Istennek a szava ez nem emberi. Heródes pedig kihúzta magát. Ugye milyen frankó vagyok, ilyen. És mit olvasol? Azt olvasod, hogy és azonnal megverte őt az Úrnak az angyala. Hát ez az angyal már tükön ült. Ez a harcos angyal már előre odament és nézte a legkisebb hibát. Hol lehet belekötni Heródesbe? Nem már zavarta, hogy megölte Jakabot? Külön angyali kommandót kellett küldeni Péterért, hogy kiszabadítsák. És már úgy voltak vele, hogy a Heródes elérte azt a pontot, hogy még egy hiba. És ott volt mellette, Heródes mellett, és tükön ült, mikor fog hibázni. És eljött a nap, amikor Heródes a gőgjével, a kevésségével mondták neki, az Isten szava, az meg, látjátok? Ugye milyen? Hát ilyen nincs más, mint én vagyok. Ilyet nem tud más. Hát ilyen, az egész világ, a nap elhalványulhat a fényemhez képest. És abban a pillanatban ott állt az Úrnak az angyala, és mit olvasol? Megverte. Oda csapott, oda suhintott, azt olvasod. Megverte az Úrnak angyala azért, hogy nem az Istennek adta a dicsőséget. Hallod, az angyalok figyelik. Kinek adod a dicsőséget az életedbe? Hallod, ők azt várják, Istennek ad. Hallod, örülj neki, hogy ilyen emberként a bűnből kihozott Isten kegyelméből, irgalmából. Nem te vagy akkora nagy fej. Azt mondja a Pál apostol is, mit van, amit nem kaptál volna? Ha kaptad, akkor meg mit dicsekszel úgy, mintha nem kaptad? És Heródes így dicsekedett. És bármilyen talentumunk van, ajándékunk van, ez nem a mi érdemünk. Hallod, mi csak elrontani tudunk dolgokat. Nem vetted észre? Egy kicsit kiengedsz, és már elrontod. Kegyelem, hogy állunk. És ezért, aki áll, az meglássa, hogy ne essen el.
Mert nem azért áll, mert ő akkora nagy ágyú, hanem azért, mert kegyelemből és irgalomból áll meg az ember. És a jó dolgok történnek. Ez mind kegyelem, ezért adj dicsőséget az Istennek. Emeld fel a kezed, és mondjad az Úrnak, dicsőség neked, Uram. Tiéd minden dicsőség. Hallod? Övé a dicsőség. És az a baj ezzel az egész emberiséggel, meg az egész földdel, hogy olyan távol vagyunk Istentől, hogy az emberek, tehát azt gondolom, tehát úgy élnek, mintha nem lenne Isten. Úgy csinálják a dolgokat, mintha nem fognak találkozni az Istennel. Nem fognak odaállni, nincs Isten félelem. És ezért tanulj meg, én is, te is, tanuljunk meg Isten félelembe járni. Adjunk neki dicsőséget. És amikor valami jó dolog van, az nem miattunk van. Amikor valami sikerül, az nem miattunk van, mert nekünk akkora koponyánk van, olyan előrelátók vagyunk. Az is, még az is kegyelem, hogy bölcsességet ad Isten, hogy előrelátók legyünk. És ezért tudjunk neki dicsőséget adni. És ez az angyal ezt nézte. És már úgy volt vele, az utolsó. Már csak, tudod, ugye a gyerekeknél is, még egy. Tudod, hogy itt már verés lesz. De meg kell várni, hogy jogszerű legyen. És várod azt a... És tudod, hogy eljön, mert nem fogja, mert a bolondság, ha benne van, akkor az végigmegy. És megcsinálja. És tudod, hogy eljön az a pillanat. Nem így van, Norbi? Na. És akkor eljön, és ugyanez volt ezzel az angyallal is. Tudta, ez már annyit hibázott, ez fog hibázni. De olyan szintre ment el, hogy ezt már nem lehet hagyni. És ekkor ez a harcos angyal egy verést csinált. Persze ez kívülről hogy nézett ki? Ugye a Josephus Flavius azt mondja, hogy bélbetegségbe került a Heródes, és elég szenvedés árán halt meg, és úgy ment ki a szelleme a testéből, de emögött az volt, hogy az angyal megverte. Látod, hogy vannak beavatkozások. Tudományosan nem fogod megállapítani, ha utána néznek tudományosan, elmondják, hogy ez és ez volt a probléma, boncolás történik, ez és ez volt a probléma, ekkor keletkezett a baj, akkor, most lett ez, most lett az. Nem, ez bizonyos, igen, fizikai módon, természetes szinten ez így van. De az egészet, ami miatt van ez az egész, az az, hogy az angyal megverte Heródest. És ez így jelentkezett betegségben. Vannak olyan betegségek, hogy az angyalok hozzáérnek az emberhez, és a betegség keletkezik. Dánielhez hozzáért az angyal, és megerősödött. Herodeshez hozzáért, egy kicsit erősebben, és megbeteg, halálos betegséggel megbetegedett. És akkor még egyet nézzünk meg, a harmadik, ugye, most a harmadik, a magyarázó angyal. Jobb könyvéhez lapozzunk, és ez a harmadik. Jobb könyvének a 33. verszaka, fejezete. Azt is a gyógyulásról is akartam beszélni. Meg a dicséretről is. Milyen az, amikor a dicséretbe beszállnak az angyalok. Egészen más szintre emelik fel a gyülekezetbe a dicséretet, de hagyjuk, mert ez már nem lesz idő. Jobb 33. Ugye, mert itt azt mondta Dánielnek, hogy megjelentettem neked. Tehát van, ez azt jelenti, megmagyaráz, kifejt. Tehát vannak magyarázó angyalok. És itt azt mondja ez a Jobb 33-ban, a 15. verszakban. Hiszen szól Isten egyszer, vagy kétszer, de nem ügyelnek rá.
álomban, éjjeli látomásban, mikor mély álom száll az emberre, és mikor ágyas házában szenderegnek az emberek az ágyas házukban, tehát a hálószobájukban, akkor nyitja meg az emberek fülét, és megpecsételi megintetésükkel. Tehát mit tud történni este, amikor lefekszel aludni? Éjjel az ágyadba? Isten meg tudja nyitni a füledet. Van egy szellemi füled, ami a hallásra meg tud nyílni, hogy megérts dolgokat. És azt mondja, azért teszi ezt Isten, hogy eltérítse az embert a rossz cselekedettől. Tehát vannak olyan álmok, amiket azért álmodik az ember, hogy a rossz cselekedetektől eltérítse az Isten. És azt mondja, hogy elrejtse a kevésséget a férfi elől. Visszatartja lelkét a romlástól, és életét, hogy azt fegyver ne járja át. Hallod, Isten álomban ad olyan látást, védelmet, hogy ne halljon meg az ember. És azt mondja, fájdalommal is bünteti az ő ágyas házában, csontjainak szüntelen való háborgásával. Az ember lefekszik aludni, és közben fáj a teste itt, fáj a teste ott, arra ébred, hogy fáj. Úgy, hogy az ő inye undorodik az ételtől, és lelke az ő kedves ételétől. Voltál már olyan beteg? Hogy a kedvenc ételed, mi a kedvenc ételed? És volt olyan, hogy, nem kívántad? Voltál olyan állapotban, hogy nem kívántad? Azt mondja Zari, hogy nem. Az minden körülmények között. Azt mondja, húsa szemlátomást aszik le róla. Tehát olyan betegség. Nem tud enni. Lefogy. Eltűnik. Nem, mármint csak azt akartam, hogy eltűnik a... Na majd a közvetítés után. A hús, tehát azt mondja, leaszik róla, azt mondja, csontjai, amelyeket látni nem lehetett, kiülnek. Hallod, ez a betegség jele, ez nem egy szép modellnek a jele. Itt a világ már felfordult. Most már azok a szépek, akiknek ülnek a csontok. Itt meg azt mondja, hogy ez a betegségnek a jele. Azt mondja, melyeket látni nem lehetett, kiülnek. A lelke közelít a sírhoz, és élete a halál angyalaihoz. Tehát egy leépülésben van az ember. És van-e megállás ebben? Van-e megmaradás? Van-e életben maradás ebben az egészben? És azt mondja Isten igéje, hallod, van egy jó hírem. Van! Hogy Isten azt mondja, hogy ha van mellette magyarázó angyal, hallod, ha van melletted magyarázó angyal, akkor meg fog változni a helyzeted. Azt mondja, mit? Hogy tudassa a kötelességét. Hogy tudassan azt, hogy a kötelessége eredetiben itt azon, hogy mi az a helyes, jó cselekedet, amit neki kell csinálnia. Mi az, amit most kell csinálnod? Hogy tudassa. És azt mondja, ha van ilyen, és tudatja, és azt mondja, hogy
Ez megtörténik, azt mondja, az Isten könyörül rajta, és azt mondja ott annak az angyalnak, szabadítsd meg őt, ne szálljon a sírba, hallod, adja meg Isten, hogy mindegyikünknek az életébe küldjön a legnehezebb percekben, küldje oda az angyalát, és mondja azt az angyalnak, hogy szabadítsd őt meg, ne halljon meg, ne kerüljön a sírba. Adja meg Isten a kegyelméből. És erre azt mondja, hogy ne szálljon a sírba. Hát is akkor az az ember, a magyarázó angyal rámutat Jézus Krisztus áldozatára. Rámutat Jézus Krisztus vérére. És azt mondja, váltság díjat találtam. Hallod, van váltság díj a halálból. Jézus Krisztus váltság díjat tett le. És azt mondta az ördögnek, ördög, nincs között hozzá. Itt a vérem, itt van, ki van fizetve érte a váltság. Akkor mi történik? Figyelj! Akkor a teste fiatal, erőtől duzzad, újra kezdi ifjúságának napjait, imádkozik Istenhez, és az ő kegyelmébe veszi, és az ő színét láthassa nagy örömmel, és az embernek visszaadja az igazságát, és az emberek előtt énekel, és mondja, vétkeztem, és az igazat elferdítettem, de nem ez szerint fizetett meg nekem, hanem megváltotta lelkemet a sírból, a sírba szállástól, az egész valóm a világosságot nézi. Hallod? Hallod? Egy angyalnak az érintése. Egy angyal az, hogy ott termett a beteg ágynál. És ilyen változást hoz létre. Hogy a fizikai tested megelevenedik. Élettel telik meg. És tudod, mi a központja ennek? A váltságdíj. Hallod, Jézus Krisztusról, ne vedd le a szemedet soha. Jézus Krisztus váltság áldozatáról ne vedd le a szemedet soha. Nézd meg, ez az emberről is azt olvasok, hogy megmondta, elrontottam, bűnt követtem el, elferdítettem az igazságot. Megtette a bűnvallását. De megbocsájtotta. Nézd meg, milyen könyörülő az Úr. Lehet, hogy az angyalok nem bocsájtanák meg. De az Úr megbocsájtja. És azt mondja az Úr, menj oda, szabadítsd meg. Mert megbocsájtottam neki. Tehát ilyen magyarázó angyalok vannak. És miért? Mert, és tényleg ezzel fejezem be, hogy a betesd a tavához. Nézd meg, hogy jön a magyarázó angyal, hozza magával a gyógyulást. És nézd meg, hogy vannak olyan angyalok a Betesda tavánál, bárcsak lennén, lehet, hogy vannak ilyen helyek. De hát miért ne? Hát ez bibliai. Nem mondja az ige, hogy Isten csak Jézus Krisztus sebeivel gyógyít meg. Hát van az igében olyan is, hogy vannak gyógyító angyalok, hogy oda küld egy helyre gyógyító angyalokat, hozzáér a vízhez. És az fizikai anyag, a víznek az érintéséből, a következő érintésbe gyógyulás megy. És azt olvasod a János evangéliumában, az 5. fejezetben, hogy aki az angyal a gyógyító angyal érintése után ért hozzá a vízhez, azt olvasod, figyelj, akármilyen betegsége volt, meggyógyult. Hadd a mennyben másképp néznek a betegségekre,
Ők nem azt mondják, daganat, hát nem tudunk mit csinálni. Nem tudunk mit tenni. A mennyben nem ezt csinálják. Ott azt mondja, akármilyen betegségben van valaki, a gyógyító kenet, erő meg tudja érinteni, át tud menni rá. És ezek az emberek sem látták konkrétan az angyalt leszállni. Ők csak annyit láttak, hogy megmozdult a víz. Tehát ők nem azt látták, hogy az égből leszállt egy angyal, és amikor leszáll az angyal, hozzáér a víz, ez akkor mindenki rohan. Ők ilyet nem láttak. Ők annyit láttak, csak figyelték a vizet, figyelték, és egyszer csak felzavarodott a víz. És ahogy felzavarodott, az mutatta, hogy egy angyal odaszállt, és abban a pillanatban indult a verseny, hogy ki ér oda hamarabb. Nézd meg, milyen kegyelmes az Isten. Nézd meg, hogy ott, ahol Jézus Krisztus még nem tudta elküldeni, vagy már ott volt, és már ment annak az áldozata, hogy a sebeivel meg tudjunk gyógyulni, akkor is biztosította a népét gyógyulással kapcsolatban, hogy akármilyen betegségekbe kerülnek, meggyógyuljanak. Látod, angyalokat küldött. Látod, Dánielhez, a népéhez, betegekhez angyalokat küldött, hogy meggyógyuljanak. Akkor te veled, azt hiszed, hogy lemond rólad? Azt hiszed, hogy neked nem küld el segítségül angyalt? Azt mondja Jézus, hogy ezeknek a kicsinyeknek az angyalai látják az atyámnak az arcát. Sőt, még azt kell, hogy mondjam, hogy a te őrző védő angyalod még hasonlít is rád. Ők nem tudom, hogy csinálja, hogy ugye évek alatt. De valahogy hasonlít, mert ugye amikor Péter apostol megszabadult a börtönből, és kopogtatott a tanítványoknál, és ők imádkoztak hevesen, hogy szabadítsa meg Isten Pétert, így bekopogott, és ugye egy Rodé nevű lány kinézett, és látta, Péter az. És annyira örült, hogy nem kinyitotta az ajtót, hanem elrohant, és megmondta a többieknek, ott áll Péter az ajtó előtt. Többiek imádkoznak, Uram, szabadítsd meg Péter apostolt, szabadítsd meg a Jézus nevében, kérünk. És mondja közben Rodé, itt van Péter apostol. Á, dehogy is, az csak az angyala. Jó, nem? Tehát annyira imádkoztak, hogy ott helyben megvalósult az ima kérésük. De nem hitték el. És ugye azért mondták, hogy az ő angyala az, mert úgy látszik, hogy az embernek az angyala, az átveszi az embernek tehát valahogy így néz ki az is. És vannak ilyen angyalok, mint a Norbi, ahogy így néz ki. Vannak olyan, ahogy én. Remélem, a látás, tehát jobban vagytok így az angyalokkal kapcsolatban, hogy a hitünknek ez is beletartozik a hitünkbe. Ne legyetek olyanok, mint a szadíceusok. Nem hisznek lélekben, semmiben nem hisznek. A farizeusok legalább azt mondták Pállal kapcsolatban, mi van akkor, hogyha egy angyal szólt neki? Ugye, amikor a szadíceusok meg a farizeusok ugye vitatkoztak Pál miatt, mert bedobta azt, hogy a feltámadás miatt van ez az egész. És abban a pillanatban mondták, a farizeusok legalább azt mondták, mi van, hogyha mégis egy angyal szólt? Hát nem lehet ilyen? De. Lehet. Tehát magyarán a hitünkhöz hozzá tartoznak az angyalok. A természet fölötti világ megértéséhez
hozzá tartoznak az angyalokkal kapcsolatos különböző kijelentések is. De itt befejezem, és köszönöm a figyelmeteket, köszönöm, hogy meghallgattatok, és